Elszántságban nem volt hiány fehérvári oldalon, hiszen az elvesztett bajnoki döntő óta először találkozott a Kaposvárral a MÁV előre. A közönség is megtette a magáét, hogy visszavágáshoz segítse a fehérváriakat. A tét ezúttal a Magyar Kupában a négy közé kerülés volt, és a bajnoki jó formából sem következett, hogy a legjobb magyar csapat ellen mire lehet számítani. Egy kaposvári ütközet az mindig teljesen más. Ilyenkor nem biztos, hogy mindig ugyanazt a formát tudjuk mutatni, amit augusztus óta magunkra szedtük, majd kiderül, hogy a mai mérkőzés mit fog eldönteni, vagy éppen melyik formánkat, melyik arcunkat fogjuk tudni mutatni. Természetesen az utóbbi hetekben nagyon erre vagyunk kiélezve, erre a mérkőzésre. Nyilván tavaly óta nem változtunk, vagy nem találkoztunk a Kaposvárra, viszont nagyon-nagyon sokat változott a játékunk, több poszton is meg tudtunk erősödni. Én nagyon bízom benne, hogy ma azokon a posztokon, amik a bajnoki döntőben gyengék voltak, azokon a posztokon ma dominálunk. Az első játszmában nem sikerült megfelelően felpörögni a MÁV-nak, a fehérmezes kaposváriak rutinja és magabiztossága bőven elég volt, hogy egy viszonylag sima játszmában 18 pontot engedjenek csak a hazaiaknak. A másodikra viszont megérkeztek a fehérváriak és remek sánc munkájuknak, Pesti Marcell ponterős játékának is köszönhetően most ők építettek ki magabiztos előnyt, és olyan fölénnyel nyerték a játékrészt, mint a somogyiak az elsőt. A meccset tulajdonképpen a kiélezett harmadik szett döntötte el, amelyben sokáig egyik csapat sem tudott egy pontnál többen vezetni. A végén azonban a Kaposvár tudott kicsit többet hozzátenni az addigiakhoz, így 22-re behúzta a játszmát. Ez valamelyest megfogta Dávid Zoltán csapatát, amely a negyedik játszmában is jobbára hátrányban volt, és bár a végén ezt is szorossá tette, a somogyiak 3-1-re megnyerték a meccset, előnyben vannak tehát a visszavágó előtt. Ugyanez a két csapat fut versenyt a bajnokságban is, bár a sok nemzetközi meccs miatt, az még nem prioritás a MÁV előrénél. Szeretnénk sérülésmentesen megúszni a magyar bajnokságban lejátszott mérkőzéseket, és majd mindig azt mondják, hogy ha elolvad a hó itt, akkor kell jól játszani, tehát tavasszal. Szóval addig még nagyon-nagyon sok víz lefolyik a Dunán, szeretnénk egészségesen maradni, hogy ott fel tudjuk venni ugyanúgy a Kaposvárra a bajnoki döntőbe való mérkőzést. A Kupa visszavágó jövő szerdán lesz Kaposváron, addig még a pénzügyőr otthonában egy bajnoki mérkőzés is vár a MÁV előrére az Extraligában.